Most még üres ez a Telekvaján, itt szeretnének egy egészségügyi központot létrehozni. Az új orvosi rendelőben két házi orvosi és egy fogorvosi praxis terveznek, amelyek a szomszédos település lakóinak ellátásáról is gondoskodna. A 4000 lakosú település folyamatosan fejlődik, az elmúlt években több beruházás is megvalósult a városban. Megépült a bölcsőde, a 26 férőhelyes intézmény jelenleg is teltházas, de az idősek otthonát is korszerűsítették. Most 6 pályázaton összesen 900 millió forintos fejlesztési forrásra pályáztak. 6 darab a terület és település fejlesztési operatív program keretében lett benyújtva. Ezek először is szeretnénk egy új egészségügyi központot létrehozni. Szeretnénk egy új piacot, termelőpiacot létrehozni a településen, de nagyon fontos beruházás az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése. Az általános iskolában megújul majd a fűtés és a világítás, valamint napelemeket is szeretnének telepíteni az intézményre. Erre összesen 190 millió forintos támogatást szeretne elnyerni a település. A város idegenforgalmi vonzerejét is szeretnék növelni. A nyírségi turisztikai fejlesztésben konzorciumi partnerként vesz részt az önkormányzat, a Vajai tópartot és környezetét tennék turista baráttá. Nincsenek igazán kihasználva turisztikai adottságok. A tóparton szeretnénk ezt a horgász és az ökoturisztikai fejlesztést megvalósítani. Kevés a szállása is a városban, illetve itt a múzeum melletti alkotóházat szeretnénk fejleszteni. Későbbiekben több művésztábort, művésztelepet ide csábítani. A munkálatok ősszel elkezdődhetnek, befejezésük után pedig a korábbinál komfortosabb szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe a település lakói.